Sziasztok, én Szani vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban szintén egy Azam Beauty adventi kalendáriumot fogunk kibontani, de ez most a sminkes verzió, szóval az M. Azam termékeinek egy naptára. Ezt is 55 euróért vásároltam, mint a másik verziót, hivatalosan pedig 60 euróba kerül. Sajnos már nem emlékszem, hogy milyen kuponkódom volt, nem tudom sajnos. Szóval, mint azt az előző videóban is említettem, azt hiszem 10 euróval drágább, mint tavaly, ami azért egy elég jelentős árnövekedés szerintem. Na, leszedtem a fóliát, így néz ki, leszedjük ezt is. Design tekintve valamivel jobban tetszik, mint a piros, de ez sem tetszik, túl sötét, túl egyszínű, túl... semmilyen igazából. A hátulját ennek is fel lehet klappintani, és akkor fel lehet állítani egy komódra ezt a naptárat is. Hogyha a háttérben folyamatos kutya nyűszítést, illetve ugatásokat hallotok, a lánykutyánk, az egyik lánykutyánk éppen tüzel, és elviselhetetlen így a fiúkutyánk. Akkor nézzük, hogy mi van első nap. Hát, ez egy mini termék, szerintem tavaly még nem volt benne mini. Starshine Lip Oil. Ez egy 1,6 milliliteres ajak olaj, de hogyha jól sejtem, akkor színezett. Az árnyalata pedig Irish Cream. Amúgy nagyon-nagyon szép árnyalata van, azt meg kell hagyni. Másodika. Ebben is egy picurka 7 milliliteres termék van. Magic Finish Glow Serum. Szóval ez egy szérum, ami egy szép természetes fényt ígér. Hát nagyon remélem, hogy nem ilyen kis méretekkel lesz tele egy 60 eurós adventi kalendárium. Harmadik nap egy építő, köröm erősítő körömlak van, 8 milliliteres kiszerelés. Ennek mondjuk örülök, hogy nem valami használhatatlan színű körömlak, hanem legalább egy úgymond átlátszó köröm erősítő lak van benne. Ez legalább hasznos. A negyedikén, hát szerintem ez sem full size, de ez azért nagyobb, mint az előző ajaktermék. Ez most egy volument adó és amúgy revitalizáló ajak balzsam. Az árnyalata pedig Iced Champagne. Ennek is nagyon szép árnyalata van. Az ötödik doboz is nagyon-nagyon könnyű. Ez micsoda? Egy elég jópofa kis filc szütyűben van egy kevésbé hasznos körömreszelő. Mondjuk a színe az egész menő, de... Na, hatodik a szerencsére már nehezebb. Ebben talán egy full size termék van. 20 ml-es Magic Finish Makeup. Ez talán benne volt a piros naptárban is. Hetedikén egy rúzs van, már alapból a tége is nagyon tetszik. Az árnyalata a Holiday Crush. Iszonyatosan jó csoki illata van, és maga a szín is szerintem nagyon-nagyon szép. Nyolcadikán Lip Designer Holiday Crush, ez egy... Nyolcadikán egy talán szájceruza van, így van. Ez is azért látható szerintem, hogy egy kicsi méret, nem egy full size. Amúgy a színe ennek is baromi jól néz ki. Az árnyalat pedig talán a Holiday Crush. Kilencedikén egy körömlak van, és hát igen, erről beszéltem, hogy milyen jó, hogy ilyen nincs benne. Ez egy érdekes pink... ilyen erős, pirosas, pink, csillámos körömlak. Az árnyalata pedig a Cheerful Red. Tizedikén valamilyen szép termék van. Ez egy 2,5 grammos kiszerelés, Hollywood Glow Powder. Szóval ez talán egy highlighter? Egész illatos ez is. Cinnamon Crunch, az az árnyalat. Egy nagyon szép, fényes bronz, vagy réz szín. 11. egy jó nagy doboz, de mint hogyha üres lenne, olyan könnyű. Ebben egy ecset van.
ránézésre egész szépnek tűnik. Legalább egy full size ecset, és nem egy ilyen kis mini, amit nem lehet rendesen megfogni. Nézzük. Ah, igen, ez szerintem egész jól néz ki. 12-én egy 5 ml-es termék van, Instant Dry Drops. Oké, szóval valamilyen instant száradó cseppek, szárító csepp. Na nézzük, hogy mi ez. Á, oké, ez körömlakra van, hogy gyorsabban száradjon. 13-án egy szemöldök ceruza van, és ez talán egy ilyen középbarna, light brown azt írja, hát ez nem light brown, ez inkább egy középbarna. És ez is egy pici termék. 14-én ilyen kis szemöldök sablonok vannak. Aj, nem már. Eddig is fos napom volt, de most még rosszabb kedvem van. Hát egyelőre nekem nem tetszik, meg kell, hogy mondjam. Oké, a 15. nap sem teszi jobbá. Ez egy 7 ml-es Perfect Me Makeup. Egy átlátszó színű, igazából talán ez egy primer akar lenni. Annyit ír, hogy a már bekrémezett arcra kell felvinni, de hogy ennek mit kéne csinálnia, az nem derül ki a leírásból. A make-upról én azt hittem volna, hogy alapozó, de mivel átlátszó színű, vagy átlátszó, ezért talán csak egy primer. 16. a nehéz, remélem nem körömlak, de a színe az legalább brutálisan szép. Mondjuk körömre talán nem használnék ilyen színt, mert ez nekem egy kicsit ilyen mamás fényű, de gyönyörű, szóval ez mondjuk egy személyi púdernek, vagy folyékony szemfestéknek iszonyatosan szép lenne. Az árnyalat pedig Rose Gold Metallized. 17-e megint túl könnyű, egy fekete szemceruza, szemtus. És szerintem még ez sem full size. 18-án egy icipici szájfény van, viszont nagyon jó a fénye. Kicsit, mintha ilyen holó csillámos lenne, az árnyalata a Frosty Sweets. 19-én talán valami normális lesz. Igen, ez már jól néz ki. Brow Fixing Gel Light. Oké, ez már egy egész jó, mert hogy számomra jó, ilyen világos, barna, illetve sötét, szőke árnyalatban van. Fixing Gel. Oké, nem nyitom ki, ez ilyen szempillaspirál formájú szemöldök fixáló. Ezt mondjuk szívesen letesztelném, ez tetszik, és ez nem is volt annyira mini. 20-án a 4. köröm termékünk van, és iszonyatosan csúnya, ilyen zöldes árnyalatú arany csillámos lak. Holiday Lights az a neve. 24-én egy picurka rúzs van, Red Ribbon, egy nagyon szép vörös árnyalatban. Nagyon szép szín. Nem feltétlenül mondanám, hogy minden nap viselhető árnyalat, de szép ünnepi vörös. 22-én egy 7 ml-es alapozó van, vagy hát egy ilyen színezett krém. Azt írja, hogy porcelán árnyalatot ad, és SPF 30-as, szóval ez fényvédelemmel is szolgál. Mondtam már, hogy 7 ml talán mondtam. Szóval ez is eléggé picurka. Az árnyalatát nem írja. 23-a megint annyira tehely könnyű. Ez egy bronz színű pici szemceruza. És elérkezett 24-e, amiben szinte biztos voltam, hogy ebben azért legalább egy full size szempillaspirál lesz, hát nem úgy tűnik egyelőre. Egy mini szempillaspirál. 5 az 1-ben hibrid szempillaspirál, pontosabban 5 ml-es kiszerelés, és mély fekete. Legalább ez lehetett volna full size, de komolyan. Tudjátok, mi volt full size? Talán a körömlak.
Röviden összegeznék, mert valakinek szüksége van egy kis figyelemre. Most meg mi gyorogsz? Szóval nem tudom ajánlani. Szerintem nem is nagyon kell túragozni, hogy miért, láthatátok. Nem volt benne egy épkézláb full size termék. Szemfesték például egyáltalán nem volt benne, hogyha jól emlékszem. Pirosító az hiszem szintén nem volt. Bronzing púder sem volt, normál púder sem volt. Hát szóval én kicsit csalódott vagyok. Az az igazság, és azt is furcsálom, hogy a szépségápolásos azam adventi kalendáriumban voltak sminkek, és ezért gondoltam, hogy a sminkesben is lesz szépségápolási termék, és nem. Ami nem feltétlenül baj, csak azt furcsálom. Szóval ez sajnos nekem most egyáltalán nem jött be. De azért írjátok le nyugodtan ti is a véleményeteket. Tudjátok, hogy szívesen olvasom mindig, akkor is, hogyha nem értetek velem egyet. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, hogyha látnál még további videót, és hogyha nem zavar, hogy a háttérben a gyerek nyugoskodik. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!